Hát lehet, hogy alkalmas a közúti közlekedésre, mert akkor gondolom elveszik a forgalmat. Nem, most üljünk be, a kocsiba is. Te viszed tovább az autót? Nyilatkozol, hogy alkalmas az autó, alkalmas, tovább is vezet. Próbálja meg, nehogy baleset. Szerintem mi kormánnyal lehetett valami. Beindult az autót? Működik. Jó. Egy pillanat, hogy kérdezzük már meg, mielőtt elindult. Csak egy másodperc. Az ön autója romlott el itt menet közben, vagy mi történt itt? Hát igazából nekünk 3:30-ra oda kellett volna érni a képviselőirodához, irodaházhoz, és a kocsi az elkanyarodott abba az irányba. Igen. Tehát itt keresztbe állt a kocsi magyarul? Igen. Mert jól tudja a kocsim is, hogyha én valamit megígérem, akkor kell lennie. Egyébként az 5 frakcióból egyedül a Jobbik részéről tudták átvenni a petíciót, a másik 4 frakcióban hiába jeleztem e-mailen, meg telefonon is a hét elején nem. Úgy néz ki, hogy a mi ügyünk nem volt elég fontos ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Miért pont ezt a mai napot választották? Volt-e valami különleges cél, vagy csak így alakult? Különleges, hát egy éves születésnapi tortámat megkaptam azelőtt a OTP bankfiók előtt, ahol egy évvel ezelőtt, mint köztörvényes bűnöző megszülettem. Éppen azt hiszem az átélés leadta egy évvel ezelőtt ennek a történésnek a rövid videóját. Mitől megkaptam be elevénycsúkban? Akkor, mint tudjuk, a kilakoltatások még gőzerővel mentek, és én is, meg néhány ember már úgy gondoltuk, hogy a tehetetlenség bűnében nem akarunk esni, és valamit tenni kell. Nem mondom, hogy a legokosabb és legzöldsebb dolgot tettem, de valami olyasmit mondott a Bálint gazda holokauszt túlélőként, hogy sokáig szégyelte magát, hogy fiatal, értelmes, erőteljes emberként nem tudta megakadályozni, mi történt Magyarországon a magyar állampolgárokkal, embertársaival, és egy kicsit én is így éreztem, hogy szégyelni magam, és később nem tudnék a saját szemembe nézni. És mit tett egyével az öt konkrétan? Konkrétan egy OTP bankfióknak egy üvegét tettem. Ilyen nagyon egyszerű. Hogy áll az ügy egyébként most? Ez még nagyon érdekes történet, hogy az én ügyemet 3 nap alatt le tudták zárni, tehát a nyomozás, a vádemelés és a bírósági határozat is meg tudott születni. És mi, amikor deviza hiteles, becsapott, meglopott emberként büntető feljelentéseket teszünk a bankárok ellen, akkor ez már legtöbbször a nyomozati szakaszig se jut el. Mit kapott akkor 3 nap alatt? 3 nap alatt 100 napi elzárás büntetési tételt kaptam, amit napi 3000-ével megváltott a családom, hogy vele lehessek a 3 gyerekemmel, a feleségemmel. Ez a mi családunknak 300.000 forintba kerül. Világos. Most kik vannak itt, melyik csoportok? Ezt a rendezvényt ezt a Kispest Győz nevében jelentettem be. Vannak társszervezők is. Úgy lehet mondani, hogy az Otthonvédelmi Tanács tagszervezetei vesznek rajta részt. Például a Nem adom a házam mozgalom, ami ugye a legismertebb az összes közül. A Mozdulj Magyarország mozgalom. Mozdulj Magyarország összefogás mozgalom. A Koppány csoportnak számos tagja jelen van, és nagy megtiszteltetés számukra, hogy mint riporter elkísért minket Budaházi György is. És majdnem sikerült úszul ejteni. Akkor egy titulust, hogy mit írjuk a neve alá, meg a nevét pontosan kell képzni. Én Vácek Frigyes gyógyszerész vagyok, ezért lehet, hogy megint etikai vizsgálatok. Akkor ne írjuk ki a gyógyszerész? De nyugodtan, én ezt a vizsgálom. Mert azt vallom,
hogy a stresszt azt legjobban úgy lehet, mint gyógyszerész azt tudom javasolni mindenkinek, úgy lehet megakadályozni, hogyha az okát megszüntetik. És azt kell tudni, hogy ez a devizahitelezés, ez rengeteg embernek, a rengeteg családnak teszi tönkre az életét a stresszen, és az egyéb ellehetetlenül ősöken keresztül. De hát most jelentették be, hogy megint elfogadtak egy devizamentőcsomót, már 30%-kal kevesebbet kell fizetni, mint korábban. Hát igen, akkor jól értem, hogy a 2-3-szorosára megemeltből 30%-ot elengednek. Ez olyan, mint a nyárvégi leértékelés. Köszönöm szépen a munkát önöknek!